Ezeket a fotókat a Petkupa csapata készítette és tette közzé idén februárban. Akkor az esős, havas időjárás hatására indult el egy hulladék cunami Ukrajnából és Romániából, amelyet vásáros naménynál próbáltak megállítani. Éjjel-nappal dolgoztak a szakemberek, ez a három határ hírei fotóiról is jól látszik. Május 19-én szerdán délután Olcsvánál kellett részleges mederzárat felállítaniuk a szakembereknek. Azóta a nap 24 órájában váltott műszakban folyamatosan dolgozik közel 30 szakember, hiszen a szemét folyamatosan érkezik. A korábbi alkalmakhoz képest kevesebb érkezik, legalábbis az idei év februári időszakhoz képest. Azért tavaly voltak időszakok, amikor attól lényegesen kevesebb, illetve volt olyan, amikor lényegesen több is. Tehát ez egy olyan átlagosnak mondható ez a hulladékhozam. Az átlag az 30-50 palac per perc sebességgel érkezik, ugye második, illetve lassan harmadik napjában fogunk lépni, amikor érkezik az uszadék. Ezt hivatott megállítani ez a hatalmas jármű a vízen. A sodrással érkező szemét felfogásához időnként gépi segítséget is igénybe vesznek. A hulladékot aztán egy speciális markolóval emelik ki a vízből, azt egy pótkocsis traktorra teszik, amely elszállítja egy külső depóniába. Csütörtökön 160 köbméter szemetet gyűjtöttek így össze, amelyet azóta is folyamatosan válogatnak. Mivel Szamos folyón vagyunk, és 50 kilométerre tőlünk a román határ található, tehát egyértelműen a szomszédországból eredetű. De egyébként ez a palackokon, illetve az egyéb hulladékoknak a feliratából is látszik. De nem csak PET palackok érkeznek a szomszédos országból. A természetes uszadékfák mellett a szakaszmérnök elmondása szerint rengeteg focilabdát és játékbabát hoz a sodrás, de találnak lábbelit és hűtőszekrényt is a Szamosban. A hidrometeorológiai előrejelzések alapján azonban a következő napokban már nem érkezik utánpótlásra a szemétnek, sem Ukrajna, sem Románia felől.